Kondottier egy 2-től 6 főig játszható társasjáték, amelyben a játékosok hadvezérekként az Itália feletti befolyásért versengenek. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt, egy játéktáblát, egy harcjelzőt, egy kegyjelzőt, 6 különböző színben, színenként 5 darab uralomjelzőt és 118 darab kártyát. Helyezzük a játéktáblát a játéktér közepére. A játékhoz több játékmód is tartozik. A most bemutatásra kerülő játékmódhoz a klasszikus verzió gyümölcs ikonnal ellátott kártyáira nem lesz szükség, ezeket helyezzük vissza a játék dobozába. Az összes többi kártyát keverjük meg. Minden játékosnak osszunk 10 lapot, a játékosok vegyék a kezükbe a lapjaikat úgy, hogy a többiek ne lássák, mi van azokon. A maradék pakit pedig helyezzük a játéktábla mellé. Minden játékos választ magának egy színt, és magához veszi az 5 uralomjelzőjét. A legfiatalabb játékos megkapja a harcjelzőt, ő kezdeményezi az első harcot, és kezdi a játék első körét. A játéktáblán látható térkép régiókra van szétosztva, és egy-egy csata egy-egy ilyen régióért zajlik. A csata győztese felhelyezi egy uralomjelzőjét az adott régióban, és kétféleképpen lehet nyerni. Ha a játékosnak az ötödik uralomjelzője is felkerül a játéktérre, azonnal nyer, de győzni úgy is lehet, ha 3 szomszédos régiót irányít ugyanaz a játékos. A csatát a harcjelzővel rendelkező játékos kezdeményezi úgy, hogy lehelyezi ezt a jelzőt egy még üres régióba. Egy csata során az lesz a kezdőjátékos, aki a harcjelzőt felhelyezte a táblára, a játékmenete pedig az uralomtató járásával megegyező irányba zajlik, a soron következő játékos pedig a körében vagy kijátszik egy kártyát, vagy pedig passzol. Ha egy játékos passzol, a csata hátralévő részében már nem játszhat ki több kártyát, és kimarad, amikor rákerülne a sor, azonban a csata során kijátszott kártyái játékban maradnak, és függetlenül attól, hogy mikor passzolt, az adott csatát megnyerheti. Ha egy játékoson kívül mindenki passzol, akkor amíg játékban maradt játékos bármennyi kört lejátszhat egymás után, addig játszhat ki kártyákat, ameddig csak akar. A sorra kerülő játékos egyik lehetősége tehát a passzolás, a másik pedig egy kártya kijátszása. Két kártyatípus van, az egyik kártyatípus a zsoldosok, ezeknek a kártyának a bal felső sarkában pajzs látszik, és azon egy szám. A szám megmutatja a zsoldosok harci értékét. A zsoldosok mellett pedig különleges kártyák is vannak, a bal felső sarkukban kör látható, és ezek a kártyák többféle módon befolyásolhatják az adott csatát. A játékosok a körükben tehát kijátszhatnak egy kártyát, majd a tőlük balra ülő játékoson a sor. A következő játékos ezt rakja ki, következő játékos ezt, újra ezen a játékoson a sor, ő kijátsza ezt. Fontos, hogy minden kijátszott kártya látható kell, hogy legyen a többiek számára. Ez a játékos ezt játsza ki, és a következő játékos úgy dönt, hogy kijátsza a püspököt. A különleges kártyák hatását azonnal érvényesíteni kell, és amikor egy játékos püspököt játszik ki, akkor meg kell keresni a jelenleg játékban lévő legmagasabb értékű zsoldost, ez a 10-es, és el kell dobnia ezt a kártyát és annak minden másolatát az összes játékostól. Tehát mivel most jelenleg a 10-es értékű zsoldos a legerősebb, az összes 10-es erős zsoldost el kell dobni, tehát ezt is, és ezt is. Ezután a püspököt kijátszó játékos magához veszi a kegyjelzőt, és azt egy üres régióra helyezi. A jelző a játéktáblán marad egészen addig, amíg egy másik püspököt ki nem játszik valaki, és amíg egy régión ott van a kegyjelző, nem lehet ott harcot kezdeményezni. Amikor a játékos madárjelzőt játszik ki, akkor visszaveheti egy már kijátszott zsoldosát, tehát gyakorlatilag kicseréli egy zsoldosra ezt a madárjelzőt. Ez olyankor lehet fontos, amikor egy zsoldos vissza szeretnénk venni a kezünkbe. Ha egy játékos térkártyát játszik ki, akkor az a játéktáblára kerül, és amíg ez a kártya itt van, minden játékos, minden zsoldosa egyes erejűnek számít. Ezen a mezőn mindig csak egy kártya lehet, és erre a mezőre vagy tél, vagy tavasz kártya kerülhet, így ha a következő játékos kijátsza a tavasz kártyát, akkor ezt a tél kártyát el kell dobni, és a helyére tavasz kerül. Amíg a tavasz a játéktáblán van, meg kell vizsgálni, hogy melyik a legnagyobb erejű játékban lévő zsoldos, ez most jelenleg itt az a 6-os, és minden legmagasabb értékű zsoldos erejéhez hozzá kell adni 3-at. Tehát ha több játékosnál is lenne 6-os értékű zsoldos, akkor azok most mind 9-es erejűnek számítanának. De ha a következő játékos kijátszik egy 10-es erejű zsoldost, akkor már ez lesz a játékban lévő legerősebb zsoldos kártya, így az ő ereje növekszik 3-mal, az övé pedig 6 marad. A kém kijátszásával egyrészt növekszik a harci erőnk 1-jel, másrészt pedig a csata végén az a játékos kapja meg majd a harcjelzőt, tehát ő döntheti el, hogy a következő csata hol vegye kezdetét, akinek a legtöbb kéme van játékban, és nem a csata győztese. A hősnő ugyan nem számít zsoldosnak, de 10-en növeli a harci értékünket, a dobos megduplázza minden zsoldosunk harci erejét, és ez így megy körbe, tehát minden játékos egy-egy lapot játszik ki, amíg mindenki ki nem passzol. Miután minden játékos passzolt, meg kell állapítani ki a győztes, a játékosok összehasonlítják a seregeik erejét, és a legnagyobb harci erővel bíró játékos nyeri a csatát. A különleges hatások sorrendjével kapcsolatban van egy összefoglaló a szabálykönyvben. Ez azért lehet fontos,
mert a püspök, amikor kifejti a hatását, és eldobatja a legnagyobb harci erejű lapot, illetve annak minden másolatát, akkor a zsoldos alaperejét kell nézni, tehát a tél, tavasz és dobos hatások figyelembe vétele nélkül. A dobos a tél után fejti ki a hatását, tehát ha minden zsoldos ereje 1 a tél miatt, akkor a dobos által minden zsoldos harci ereje 2 lesz. Ugyanakkor a dobos hatása a tavasz előtt lép életbe, tehát nem a 3-mal növelt értéket fogja duplázni. A hősnő és a kín pedig nem zsoldosok, tehát az erőkre nincs hatással a püspök, a tél, a dobos és a tavasz. Így az ő harci erőket érdemes a végén hozzáadni az összesített harci erőhöz. Ennek a játékosnak a harci ereje tehát 6 meg 10, azaz 16. Ennek a játékosnak a harci ereje 6-os. Ennél a játékosnál pedig a dobos megduplázza a 10-es erejű zsoldost. Így tehát 20, meg még 3 a tavasz miatt, 23. Ő a csata győztese, és megszerzi az uralmat az aktuális régió fölött. Ha nem lenne egy kém sem játékban, akkor ehhez a játékoshoz kerülne a harcjelző. Azonban a nem nyertes játékosok közül, ahhoz kerül a harcjelző, akinél a legtöbb kém van, ez pedig ez a játékos. Így ő indítja el majd a következő csatát. Minden lap a dobópakliba kerül, amelyben a táblán tavasz vagy télkártya van, az is a dobópakliba kerül, és új csata kezdődik a kézben tartott lapokkal. Tehát a játékosok nem töltik fel automatikusan a kezükben lévő lapjaikat két csata között. Ez a játékos ennek meg ennek a régiónak a kivételével bárhova felhelyezheti most a csatajelzőt, és vele kezdve elindul a következő csata. Van még egy kártya, amit nem mutattam, ez a köpönyekforgató. Amikor valaki a köpönyekforgatót játssza ki, a csata azonnal véget ér, és a győztes meghatározása, illetve az, hogy kikapja a harcjelzőt, a szokásos módon megtörténik. Ha a győztes meghatározásakor kettő vagy több játékos között döntetlen alakul ki a harci erőt illetően, akkor nem kerül fel a táblára uralomjelző, és véletlenszerűen kell eldönteni, hogy a döntetlen kialakító játékosok közül kihez kerüljön a harcjelző. Ha egy csata után egy játékosok kezében egy zsoldos kártya sincs, akkor dönthet úgy, hogy eldobja a maradék kézben tartott lapjait, így egy lap sem marad a kezében. Erről a játékosok egyesével dönthetnek, és ha egy csata után csak egy játékosnak van lap a kezében, annak mindenféleképpen el kell dobni a lapjait, még akkor is, ha van a kezében zsoldos kártya. Ezek után, ha egyik játékosnak sincs lap a kezében, akkor új kör kezdődik, most kell feltölteni a paklit, illetve a játékosok kézben tartott lapjait, az összes kártyát keverjük meg, tehát az eldobott lapokat és a húzó paklit is, és minden játékos újra kap 10 lapot. Emellett pedig az ilyen újratöltéseknél minden játékos további egy lapot kap a pakliból, minden egyes általa birtokolt régióért. Tehát a következő újratöltésnél a piros játékos már 11 lapot kapna 10 helyett. A következő csata a megszokott módon zajlik, tehát akinél a harcjelző van, berakja egy üres régióba, és elindítja a csatát. A győzelemhez pedig 5 általunk birtokolt régióra van szükség, vagy 3 szomszédosan elhelyezkedő régióval is meg lehet nyerni a játékot. A szabálykönyv tartalmazza a klasszikus játékmód leírását is. Ehhez a pakliból el kell távolítani az összes virággal ellátott kártyát, és be kell rakni az összes gyümölccsel ellátott kártyát. Így a pakliból kikerül az összes tavasz, püspök, kém és egy madárijesztő, helyettük pedig bekerül 5 egyes értékű zsoldos és 3 klasszikus verziós püspök. Ennek hatása különbözik a másik verziótól. Ennek a kártyának a kijátszásakor a csata azonnal véget ér, és nem lesz a csatának győztese. A szabálykönyv tartalmaz egy kétfős játékvariánst is. Ebben a játékosok két ugyanolyan paklival kezdenek. A paklikat úgy lehet majd összeválogatni, hogy a római 1-es és a római 2-es jelölésű kártyák egy-egy paklit alkotnak majd. Az egyéb szabályváltozások a szabálykönyv végén olvashatók. A szabálykönyv végén pedig összefoglaló látható a különleges kártyák hatásairól. A kondottér egy gyors, pörgős, területfoglalós kártyajáték. Ez a kicsi doboz fordulatokban gazdag, tartalmas játékot rejt.